rendőrségi évértékelő. Mintegy 2%-kal csökkent a bűncselekmények száma 2015-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az azt megelőző évhez képest. Fejlődés és arculatváltás. Januártól egyetemként működik a korábbi nyíregyházi főiskola, amely megváltozott szervezeti felépítéssel, új szakokkal és új logóval kezdte a 2016-os évet. Több érték, több Hungarikum. Nyíregyháza és Csenger is nyert a Hungarikum pályázaton. A cél újabb értékek felkutatása, népszerűsítése. Mintegy 2%-kal csökkent a bűncselekmények száma 2015-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az azt megelőző évhez képest. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Országos viszonylatban is kiemelkedő munkát végeztek a megye rendőrei. A bűncselekményekkel okozott anyagi kár megtérülési aránya itt volt a legmagasabb. Mindez a megyei rendőrfőkapitányság tavalyi évet értékelő értekezletén hangzott el Nyíregyházán. A rablások száma tavaly az előző évben regisztráltnak a felére csökkent. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően kevesebb volt a lakásbetörés is. A garázdaságok tekintetében is folytatódott a csökkenő tendencia. Országos összehasonlításban azonban még így is magas volt a regisztrált esetek száma, hangzott el az értekezleten. A személygépkocsi lopás egyáltalán nem jellemző a megyére. 2015-ben mindössze 12 ilyen bűncselekmény történt. Örömmel mondhatom, hogy 2015-ben az előző évhez képest regisztrált bűncselekmények száma a szerény mértékben is, de csökkent, mint egy 1,5-2%-kal. Ez a tendencia azonban évek óta tart, és azt gondolom a megye bűnügyi terheltsége még így is jelentős, de hogyha az irányt jónak veszük, és ha megteszünk mindent a bűncselekmények megelőzése, és főként a felderítése vonatkozásában, akkor hülyen szolgáljuk az itt élő lakosságnak az érdekét. Tavaly összesen 3 szándékos emberölés és 3 emberölési kísérlet történt a megyében, az elkövetőket minden esetben elfogták. A rendőrök a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársaival közösen felderítettek egy 13 évvel ezelőtt Kántor Jánosiban elkövetett emberölést is. Balogh János műveleti országos rendőrfőkapitány helyettes kiváló színvonalúnak értékelte a rendőrfőkapitányság elmúlt évi tevékenységét. A bűncselekmények száma ugyanis csökkent, a felderítési arány javult, a bűncselekményekkel okozott anyagi kár megtérülési aránya pedig az országból Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legmagasabb. A megyei rendőrfőkapitányság a megyék rangsorában, képzeletbeli rangsorában első helyen végzett közel 70%-os nyomozás eredményességgel. Én azt hiszem, hogy példaértékű ez a tevékenységünk, és hát ez a számadat gyakorlatilag nagy felelősség is az előttünk álló esztendőre, hogy ezt tartsuk, vagy lehetőség szerint, ha lehet, javítsunk is rajta. Nőtt a határátkelő helyek forgalma is. 8 milliót meghaladta az éves személyforgalom, a járműforgalom pedig 3 millió fölött volt. Bár a migrációs nyomás nem erre a megyére koncentrálódott, az illegális bevándorláshoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma itt is nőtt. A személyi sérüléssel járó és a halálos közúti közlekedési balesetek száma is csökkent tavaly. A balesetben elhunytak száma csaknem harmadával esett vissza. Fegyverrel rabolt egy férfi Kisvárdán. A rendőrök 2 óra alatt elfogták a bűncselekmény gyanúsítottját. A rablás egy büfében történt, az ott dolgozó nő hívta a rendőrséget. Bejelentése szerint csütörtök este egy fekete maszkot viselő férfi lépett be az ajtón, kezében egy fegyvernek látszó tárgyat tartott és a bevételt követelte. Az alkalmazott ellenállás nélkül átadta a pénzt, a férfi távozott, majd a rendőrség 2 órán belül elfogta a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A 44 éves helybéli férfit egy kisvárdai sörözőben érték utol, ahol szóváltást követően fegyvert fogott és megfenyegetett egy vendéget. A rendőrök a férfinél megtalálták a büféből eltulajdonított készpénzt, gázriasztó pisztolyát, valamint gépkocsijában a fekete maszkot. A férfit előállították, rablásbüntet és garázdaság büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták és bűnügyi őrizetbe vették.
Teljes látogatási tilalom lép érvénybe február 13-ától a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő területén, a Nyíregyházi Józsa András Oktató Kórházban pedig részleges látogatási tilalmat rendeltek el. Az emelkedő influenza-szerű megbetegedések miatt a Nyíregyházi Intézmény gyermekosztályán, a szülészet, nőgyógyászaton, a pulmonológián, valamint az anesteziológiai és intenzív terápiás osztályon él a látogatási tilalom szombattól visszavonásig, tájékoztat a televízió a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház kommunikációs és PR osztálya. Új művészeti képzés, megújult címer, valamint megváltozott szervezeti felépítés. Január 1-től már egyetemként működik a több mint 100 éves múlttal rendelkező Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény. Na, az ünnepi szenátusi ülésen a változásokról is szóltak, valamint bemutatták az egyetem konzisztóriumi tagjait, és leleplezték az iskola új logóját. Szerves, hosszantartó fejlődés eredménye, hogy január 1-től egyetemként működik a korábbi nyíregyházi főiskola, mondta a Szabolcsi Oktatási Intézmény szenátusi ülésén Solti Péter. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa kiemelte, az Alkalmazott Tudományok Egyeteme címnek külön feltételei vannak, ezeket a nyíregyházi intézmény az elmúlt években teljesítette. Vannak taxatíva leírt feltételek, tehát mesterképzési szakok, kidarab mesterképzési szak, duális képzésben kell ugye szakindítási jogosultsággal rendelkezzen az egyetem. Fontos az, hogy a tudományos minősítettsége elérje azt a szintet, amit ugye a törvény meghatároz, tudományos diákkorokat kell működtetni. És egyébként egy általános feltétel az, hogy a saját képzési portfóliójában megjelenjen az, hogy az őt körülvevő ipari szereplők, a társadalmi gazdasági szereplőknek az elvárásai jól meg tudjanak jelenni. Ennek az egyik érvényesülési formája éppen az általam már említett duális képzés. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke Sesták Oszkár hozzátette, a Nyíregyházi Egyetem különböző régiós operatív programokban is fontos szerepet vállal. Az intézmény több mint 100 éves múltra tekint vissza, 1914-ben indult a pedagógus képzés Nyíregyházán, ennek jogi és szellemi örököse a Nyíregyházi Egyetem. Az ünnepségen a nyíregyházi rektor hangsúlyozta, fontos az oktatási intézmények közötti kapcsolatok létrehozása és erősítése. Onder Csaba a tervekről, újításokról is szólt. Változik a belső szervezeti felépítésünk. Szeretnénk újból egyetemi karokat létrehozni. Elfogadásra kerül hamarosan az intézményfejlesztési tervünk, amely 2020-ig szól. Abban számosan olyan új képzést jelenítünk meg, amely úgy gondolom, hogy kellőképpen fogja színesíteni az oktatási palettánkat. Természetesen ezek a képzések igyekeznek figyelembe venni az itteni helyi társadalmi gazdasági igényeket. Vonatkozik ez mind a pedagógus képzéssel kapcsolatos szakokra, mind mondjuk a duális képzéssel kapcsolatos szakokra. Most a mai nap kerül sor egy ünnepélyes bemutatására annak, hogy a Nyíregyházi Egyetem és a Magyar Táncművészeti Főiskola együttműködés kötött. Az ünnepi szenátusi ülésen bemutatták az egyetem konzisztóriumi tagjait, akiknek feladata a gazdasági szereplők bevonása az intézmény működésébe, illetve az új címert és logót is leleplezték, amelyet Simon Tibor készítette a Nyíregyházi Egyetem számára. Tavaly 13 elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, 42-ről 55-re nőtt az abban található értékek száma. A gyűjteményt további elemek gazdagíthatják, a tavalyi év második felében kiírt hungarikum pályázat nyertesei. Közöttük van Nyíregyháza és Csenger is, a két Szabolcs-Szatmár Bereg megyei város határon túli magyarok lakta településekkel működik majd együtt. A cél újabb értéktárak létrehozása, a hazai és külhoni értékek népszerűsítése. 180 millió forintos keretösszeg, 115 beérkezett, ebből 68 nyertes pályázat. Ez az elmúlt év második felében kiírt hungarikum pályázat eredménye. A támogatás összegeit két célterületen használhatják fel a nyertes pályázók. Az első meghirdetett szférában, ahol 64-en nyertek, a magyarországi önkormányzatok határon túli magyarok lakta településekkel működnek majd együtt az értékgyűjtés elősegítése érdekében. Többek között külhoni értéktárak létrehozása a cél.
Ezen pályázaton két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település is jeleskedett, Csenger 2 millió 990 ezer forint támogatási összeget, Nyíregyháza 3 millió forintot nyert, mondta el megkeresésünkre Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság tagja hangsúlyozta, idén tavasszal újabb hungarikum pályázat kiírására kerül sor. Ez a pályázati keretösszeg egy emelt keretösszeggel kerül majd meghirdetésbe, reméljük pár hónapon belül, egy 250 milliós keretösszeggel, amely azt hiszem, hogy sokkal több lehetőséget biztosít majd arra, hogy valóban az értékmentési folyamatban tudjunk komoly eredményeket elérni, és amelynek nagyon örülök, és amely összeáll a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár mozgalom céljaival, legalábbis az egyik céljával, az, hogy bevonhatóak lesznek, illetve kiemelt célként lesz meghatározva majd az iskolások, középiskolásoknak a bevonása az úgynevezett értékgyűjtő folyamatba, amelyhez nagy reményeket fűzünk, hiszen ez mind kis települési szinten, mind pedig városi szinten adhat olyan új inputokat, olyan új eredményeket hozhat, amelyek mindenképpen nagyon hasznosak lehetnek a megyei értékgyűjtési folyamatban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban jelenleg 20 érték van, köztük az ajaki lakodalmas, a kabai módszer és a szatmár-beregi fás legelők. Komoly gondok vannak Magyarországon a közmunkaprogrammal, pedig sok család számára az egyetlen megélhetési lehetőséget jelenti, főként itt a keleti régióban, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján a jobbikos Földi István. A politikus szerint az alap elképzelés jó, de a céljuk az, hogy az érintettek értékteremtő, termelő munkát végezzenek a jövőben. Ma Magyarországon és legfőképpen a vidéki Magyarországon nincs munkalehetőség az emberek számára. Egyetlen egy kiút van csak sajnos, amit a kormány létrehozott nekik, ez pedig az úgynevezett közmunkaprogram, amiből sajnos azt lehet észrevenni, hogy nagyon nehéz megélhetési formát jelenthet ez az emberek számára, nehéz elhelyezkedési formát is, és kiugrási kísérlet pedig ebből az elég nehéz helyzetből azzal, hogy megszűntek a különböző gyárak, munkahelyek ezeken a vidékeken, nem is igazán van. A Jobbiknak a véleménye az, teljes mértékben, hogy segélyhelyet, munkát, tehát minél több munkahely lehetőséget teremteni, de a közmunkában dolgozó emberek, kérem szépen, nem különböző termelőeszközök, hanem igenis emberek, akiknek olyan színvonalú munkát kellene adni, amely értékteremtő, termelő hatást váltanak ki az emberek számára. Közel 200 darab történelmi pipát is láthatnak azok, akik a Nyíregyházi József András Múzeumban látogatnak. Erről is szó lesz a híradóban, előtte nézzük a további témákat. A nyíregyházi Kródi Gimnázium és az Évisz fiúcsapata is bejutott a B33 kosárlabda diákolimpia pécsi országos döntőjébe, ahonnan a győztes kijut majd a középiskolás világjátékokra. A Nyíregyházán megrendezett regionális döntőben 5 megye képviseletében 24 középiskolás és 16 általános iskolás együttes lépett pályára. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB3-ban. A keleti csoportban listavezető Nyíregyháza Spartacus vasárnap a DVSC Deac otthonába látogat, a sereghajtó Nyírbátor pedig szombaton 60-ban lép pályára. A Spari célja a bajnoki cím megszerzése, a Nyírbátori pedig a kiesés elkerülése. Közel 200 darab történelmi pipát és azok kellékeit tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregyházi József András Múzeumban. A 17. és 20. századi eszközök a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeumból érkeztek a megyeszékhelyre egy tavaly kötött együttműködési megállapodás keretében. A tárlat március 6-áig látogatható. Még decemberben kötött együttműködési megállapodást a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum és a Nyíregyházi József András Múzeum. A határon túli intézmény első bemutatkozó vendégtárlata a történelmi pipa kiállítás a megyeszékhelyen. A tárlatot színesítik a dohányvágó gépek, bőr, dohánytokok, pipatartók, valamint egy külön pipázásra használt nappali sarok bemutatása, de a kassai dohánygyárat is megismerhetik a látogatók. Majd minden 200 darab pipa. Különböző, szóval nincs két egyforma pipa ebben a kiállításban. Ebben aztán vannak az alapanyagtól függően fapipák, ugye az ibafai papnak a híres fapipája, aztán vannak benne porcelánpipák, vannak benne cserépipák, és vannak benne úgynevezett tajték kőből faragott pipák, és mondom mindegyik, hát ugye mindegyik kor más, hiszen legelőször, amikor nagyjából a 30 éves háború idején az 1600-as években elterjedt a pipázás és a pipa használata,
Ugye ezt Amerikába hozzák át, az indiánoktól esték el, a békepipa ugye az egy különösen szent dolog volt az indiánoknál, aztán átkerülnek a pipák Európába, Angliába, Hollandiába, Spanyolországba, és onnan a 30 éves háború zsoldosai, a vallon meg flamand zsoldosok hozzák Magyarországra. A látogatók március 6-áig tekinthetik meg a kiállítást Nyíregyházán, aztán Máté Szalkára viszik a tárlatot. A nyíregyházi Kródi Gimnázium és az Évisz fiú csapata is bejutott a B33 kosárlabda diákolimpia pécsi országos döntőjébe, ahonnan a győztes kijut majd a középiskolás világjátékokra. A Nyíregyházán megrendezett regionális döntőben 5 megye képviseletében 24 középiskolás és 16 általános iskolás együttes lépett pályára. A Magyar Diáksport Szövetség a 2015-2016-os tanévben harmadik alkalommal írta ki a kosárlabda B33 változatában a Diák Olimpiai sorozatot. Első alkalommal 250, másodszorra közel 600, tavaly pedig 300 általános, illetve középiskola több mint 600 csapata nevezett be a versenyre. Az egyik regionális döntőnek Nyíregyháza adott otthont. A Bemiskola csarnokában kialakított 4 pályán 5 megye, Heves, Borsod, Hajdúbihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Berek képviseletében 24 középiskolás és 16 általános iskolás csapat mért össze tudását. A gyerekek nagyon szeretik, tehát hogyha csak amit előbb említettem, hogy 600 csapat, iskolai csapat indult el, azt hiszem ilyen magas létszámú diákolimpia nincs is, tehát mindenféleképpen népszerű. Adódik ez a szabályrendszeréből, adódik az, hogy csak 4 fős csapatok vannak, tehát az egész lebonyolítási forma az mind-mind azt szolgálja, hogy kis csapatok gyorsan, egy nap alatt minél több mérkőzést játszassanak, tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon népszerű a forma, én azt gondolom. Az Évisz mind a fiúk, mind a lányok mezőnyében képviseltette magát egy-egy csapattal. Az iskola testnevelője, a korábbi élvonalbeli játékos Lakatos István szerint egyre népszerűbb a sporták 3-3 elleni változata. Nekem ez nagyon tetszik, igazság szerint ez teljesen más, mint a hagyományos ötöt elleni kosárlabda. Sokkal gyorsabb, sokszorosára gyorsulnak az események. Igazán azok a játékosok tudnak érvényesülni, akik nagyon gyorsan tudnak bizonyos szituációkban reagálni, védekezésből támadásba átmenni, mert ez a 12 másodperces támadóidő, ez rettenetesen gyorsan felpörgeti az eseményeket. A nyíregyházi regionális döntőben a B-kor csoportban, azaz a középiskolás fiúknál, a Krúdi Évisz fináléban hosszabbítás után előbbi bizonyult jobbnak, de mindkét csapat ott lesz a pécsi országos döntőben. Az A-kor csoportban a Krúdi csapata a harmadik helyen végzett, így a fiatalok lecsúsztak az országos döntőről. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB3-ban. A keleti csoportban listavezető Nyíregyháza Spartakusz vasárnap a DVSC Deac otthonába látogat, a sereghajtó Nyírbátor pedig szombaton 60-ban lép pályára. A Spari célja a bajnoki cím megszerzése, a Nyírbátoré pedig a kiesés elkerülése. 3 hónap szünet után folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB3-ban. A keleti csoportban 2 megyebeli csapat szerepel, és őszi teljesítmény alapján a Nyíregyháza Spartakusz a tabella első helyéről, a Nyírbátor pedig az utolsó pozícióból várja a folytatást. A Spari tökéletes körülmények között készülhetett a tavaszi menetelésre, amelynek végén a bajnoki címet és az azzal járó feljutást szeretné ünnepelni Mátyus János együttese. A törökországi edzőtábor hatása minden bizonnyal érződik majd a bajnoki meccseken, az legalábbis biztató, hogy a Magyar Kupában a vereség ellenére is egyenrangú ellenfele volt a csapat az élvonalbeli Debrecennek. Az első meccsen egyébként épp az ősi rivális Tartalék csapatával mérik összetudásukat Törtejék az Olá Gábor utcai stadionban. A keret 3 játékossal, Szécsi Márkkal, Szalai Vilmossal és Harsányi Zoltánnal bővült, viszont Zorán Kosztisot sérülése miatt egy ideig nélkülöznie kell a szakmai stábnak. A Nyírbátor célja az, hogy elkerüljön a kiesés jelentő utolsó helyről. A szakmai munka irányítása véglegesen az ősszel beugróként már meccselő Ambrusz Árpád kezébe került, aki a pályán is segíti majd csapatát. A bennmaradás kiharcolásáért sokat tehet a télen szerződtetett Illés Gyula, Vámos Márk és Lakatos László, ők korábban már magasabb osztályban is bizonyítottak. A Bátoriak szombaton az 5. helyen álló 60 vendégei lesznek, de elképzelhető, hogy nem 60-ban, hanem Gyöngyösön, műfüves pályán mérő össze tudását a két csapat. A forduló további párosítása a következő: Cigánd Tája, Kazincbarcika Jászberény, Rákosmente Tiszaújváros, Reac Felsőtárkány, DVTK 2 Cegléd és Újpest 2 Somosese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Mintegy 2%-kal csökkent a bűncselekmények száma 2015-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az azt megelőző évhez képest. Országos viszonylatban is kiemelkedő munkát végeztek a megye rendőrei, a bűncselekményekkel okozott anyagi kár megtérülési aránya itt volt a legmagasabb. Mindez a megyei rendőrfőkapitányság tavalyi évet értékelő értekezletén hangzott el Nyíregyházán. Új művészeti képzés, megújult címer, valamint megváltozott szervezeti felépítés. Január 1-től már egyetemként működik a több mint 100 éves múlttal rendelkező Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény. Ma az ünnepi szenátusi ülésen a változásokról is szóltak, valamint bemutatták az egyetem konzisztóriumi tagjait, és leleplezték az iskola új logóját. Tavaly 13 elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, 42-ről 55-re nőtt az abban található értékek száma. A gyűjteményt további elemek gazdagíthatják, a tavalyi év második felében kiírt hungarikum pályázat nyertesei. Közöttük van Nyíregyháza és Csenger is. A két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város határon túli magyarok lakta településekkel működik majd együtt. A cél újabb értéktárak létrehozása, a hazai és külhoni értékek népszerűsítése. A Kölcsei Televízió iradóját látták pénteken, heti hírösszefoglalóval holnap és holnap után este várjuk majd Önöket, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este jelentkezünk. De én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, délnyugat felől egyre enyhébb nedves levegő érkezik fölénk, emiatt ismét csapadékos időre számíthatunk. Éjjel megvastagszik a felhőzet és elered az eső, a délkeleti szél időnként megélénkül. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, eső is várható. A keleti szél időnként megélénkül, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban is folytatódik az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő, jelentősebb lehűlés egy héten belül nem valószínű. Kedden lesz a legmelegebb, akkor 10 fok fölött várható a hőmérséklet. Szerdától helyenként már fagyos reggelre ébredhetünk, viszont napközben enyhe időnk lesz. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, szinte minden nap várható több-kevesebb eső, a legtöbb hétfőn és kedden. Szerdától már szárazabb, naposabb időre számíthatunk.